Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Határtalanul program. 2023. június 9-én nyújthatják be pályázataikat az osztályok. Kedvezményes virágvásár Szekszárdon, a környezetszépítés támogatja az önkormányzati kezdeményezés. Fejlesztések Zombán, közel 130 millió forintból valósult meg több projekt. Nem mindennapi rendőrségi ellenőrzés, két fadarabbal vezetett a láb nélküli férfi. A Határtalanul program új pályázati kiírásairól, valamint az azt érintő újdonságokról tartott sajtótájékoztatót Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki egyben Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Az eseményen bemutattak egy új programelemet is. Akár Pancsova, Székelykeve vagy Hertelendi falváról, ahonnan mondjuk 30 kilométer, tesznek egy kirándulást. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője Budapesten a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT székházában tartott sajtótájékoztatón egy-két települést emelt ki azok közül, amelyeket a Határtalanul program keretében felkereshetnek az iskolás csoportok. A program 2011-es indulása óta már több mint 500 ezer magyarországi diák jutott el külhoni magyar lakta területekre a programnak köszönhetően. A 2023-2024-es tanévben megvalósítandó kirándulásokra 2023. június 9-ig nyújthatják be pályázataikat elektronikus formában a NIR online felületén keresztül a lehetőséggel élni szándékozó osztályok. 4 milliárd forint keretösszegről beszélünk egy-egy utazócsoport, attól függően, hogy hányan vesznek ebben részt, milyen messze utaznak, hány napig vannak ott, attól függően 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő összegű támogatásban reménykedhetnek. A programban 7-es osztályok vehetnek részt, akik legalább 2 éjszakás Románia, Szlovákia, Szerbia, Horvátország magyar lakta területeire tervezhetik meg tanulmányi kirándulásukat. A Határtalanul programba visszavezetik a pontozási rendszert. Ennek értelmében pluszpontot kap az a pályázó osztály, aki a Magyarság háza rendhagyó tanóráinak egyikén részt vesz, aki külhoni csoporttal közösen nem buszos kirándulást betervez programjai közé, és nem utolsó sorban, aki a felkészülő órák keretében használja a Határtalanul barangoló digitális tartalomtárat. Utóbbi az okos doboz, ami egy digitális taneszköz legújabb fejlesztése. Térkép alapú digitális felület, ahol a programban résztvevő pedagógusok és diákok adott célállomáshoz kapcsolódóan tudnak feladatokat megoldani, felkészülni rá, és a pedagógusok el tudják készíteni saját határtalanul barangoló feladataikat is. Ezt az ingyenes digitális felületet pedig akár a kirándulás alkalmával is használhatják, hiszen telefonról, laptopról is elérhető a határtalanul barangoló digitális tartalomtár. Megvédjük a magyar gazdákat, közölte Hídvégi Balázs, a Nagyobbik Kormánypárt európai parlamenti képviselője szerdán. A plenáris ülésről megosztott videóban arról beszélt, egész Közép-Európa erőn felül teljesítve óriási segítséget nyújt az ukrán államnak és az ukrán népnek. Hozzátette, Magyarország már több mint 1,5 millió menekültet fogadott be és segített meg. Emellett az ország folyamatosan küldi a humanitárius segélyeket is, nem csak a magyar lakta, hanem a háború által jobban sújtott távolabbi vidékekre is. Nem helyezhetjük előrébb más országok érdekeit, még akkor sem, ha háború sújtja őket, mondta. A kormánypárti politikus közölte, Magyarország továbbra is kész segíteni, de nem hagyják, hogy a felelőtlen döntések miatt a saját gazdáink tönkre menjenek. A jövő évi költségvetésről tárgyalt Varga Mihály pénzügyminiszter a legfontosabb állami szervek vezetőivel, jelentette be csütörtöki Facebook bejegyzésében a tárcavezető. Hangsúlyozta, a cél világos, háborús időkben is csökkenő pályán tartjuk az államadósságot és a költségvetési hiányt. Leszögezte, idézem, megvédjük a családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentést, a nyugdíjakat és garantáljuk Magyarország biztonságát.
Petúnia, Büdöske, Pistike és Begónia közül is választhatnak azok, akik ellátogatnak a kedvezményes virágvására Szekszárdon. Az akciót a polgármesteri hivatal munkatársai szervezik, azért, hogy minél több virág borítsa be a települést. Tele az autó csomagtartója a dísznövényekkel. Szekszárdon a hét második felében kedvezményes, 200 forintos áron vehetnek a helyiek egy nyári virágokat a polgármesteri hivatal Páskom utcai telephelyén. A lehetőséggel már az első napon is rengetegen éltek. A városvezetés célja az akcióval, hogy minél többen díszítsék fel lakóingatlanjaikat és azok környezetét. Kis előkertbe lesznek azok a cserjék, meg kint az utcán vannak ott rózsafák, és az közé lesz beültetve. Igen. Hát már van sok minden, de még egy kicsit szaporítjuk. Ezért cserjéket például teljesen ingyen vihetnek azok, akik elmennek értük. Az elvárás csak annyi, hogy a növényeket közterületre, a lakóházak elé ültessék ki a szekszárdiak. A város alpolgármestere azt mondja, az évekkel ezelőtt indított kezdeményezésnek minden esztendőben hatalmas sikere van. Emelkedő darabszámról beszélünk, úgyhogy azt elmondhatjuk, hogy 10 000 fölötti lesz az a mennyiség, ami itt átadásra kerül, és hát ezzel természetesen elő tudjuk segíteni az otthonosabbá tételt, és természetesen jobban érezhetjük magunkat. A kedvezményes virágvásárral az önkormányzatnak nem keletkezik bevétele. A növényeket ugyanolyan áron szerezték be, mint amennyiért a helyiek azokat átvehették. De a telephelyen egy fóliasátorban rengeteg saját nevelésű virágot is tartanak. Azokat a város közterületeire ültetik ki hamarosan. Csütörtökön az angol nyelv vizsgákkal folytatódott az idei érettségi szezon. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint angol nyelvből középszinten több mint 45 ezeren, emelt szinten pedig közel 19 ezer diák tudását mérik fel. A 2022-23-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka múlt hét pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli felméréseivel kezdődött meg. A következő hetekben 1163 helyszínen várhatóan több mint 111.100-an érettségiznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, azok lebonyolításában 3171 érettségi vizsgabizottság működik közre. Erősíteni kell a magyar fiatalok pénzügyi tudatosságát, mert ez későbbi sikereik záloga is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Hankó Balázs közlése szerint a felsőoktatási hallgatók 52%-a dolgozik, tehát fontos, hogy a fiatalok már tanulmányaik ideje alatt tisztában legyenek a pénzügyeikkel. Az államtitkár úgy fogalmazott, a felsőoktatás sikeressége mindannyiunk közös ügye, mert ha a magyar egyetemisták sikeresek, az egész nemzet sikeressé válik. Átadták Zombán az utóbbi időszakban elkészült fejlesztéseket. A beruházások a Magyar Falu programon elnyert összesen 130 millió forintból valósultak meg. Zomba legkisebbjei a település óvodájának felújított mosdójában mossák a kezüket. A vizes blokk tatarozása a Magyar Falu programon elnyert közel 10 millió forintos forrásból valósult meg. A projekt ünnepélyes szalagátvágásán részt vett a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Tolna vármegye főispánja Horváth Kálmán is. A vizes blokk mellett az udvaron található játékpark is bővítésre került, amelyre közel 6 millió forintot nyert a település önkormányzata, szintén Magyar Falu programon. Mindig is volt játszóterünk, de ugye ennek lejár a szavatossága, a kihordási ide, stb. Meg hát az állaguk az romlik, és azért a gyerekeket biztonságos játszótérre illik kiengedni, hát ezt tettük, ennek keretében valósult ez meg. Az elkészült beruházást a környék polgármesterei és az intézmények vezetői is megtekintették. Az avató ünnepségen arról is beszélt a településvezető, hogy az összesen közel 130 millió forintos forrásból többek között útfelújításra is jutott, ez volt a 6 megvalósult projekt egyike.
óvodánál kettő, a vizes blokk, illetve a játszótér, azon kívül kommunális gépek, ugye a település karbantartásához 15 millió forint nagyságrendben, a művelődési ház külső homlokzatánál a nyílászárók cserék, ugye a régi elavult, nem hőszigetelt nyílászárók voltak, és főleg most ebbe az energia válságos időbe sikerült erre is egy 16 millió forintos összeget pályázni szintén Magyarfaluból, illetve Szentgál-Szőlőhegy, aki közigazgatásilag hozzánk tartozik, igaz, hogy egy külterületi részünk, hogy ne legyenek mostohák, egy 39 millió, tehát közel 40 millió, meg egy közel 44 millió forintos útfelújítás. A település a jövőben is élni kíván minden lehetőséggel, ami a község fejlődését szolgálja. Tekintettel a tavalyi történelmi asszályra, a háború okozta nehéz gazdasági helyzetre, illetve az energia és az input anyagárak soha nem látott emelkedésére, a kormány úgy döntött, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatva az idén a termelők versenyképességének megőrzése érdekében az állami tulajdonú vízlétesítményeken keresztül díjmentesen biztosítja az öntöző vizet, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A díjmentesség kizárólag azokat a termelőket érinti, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik. Vízjogi üzemeltetési engedély, bejelentés vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében. A NAK hozzáfűzte, az év elején a vízügyi ágazat elkészítette az idei mezőgazdasági vízszolgáltatás költség és díjkalkulációját. A magas energiaárak miatt a szolgáltatás költségét több mint 10 milliárd forintra becsülték. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Bonyhádon, Hőgyészen, Szekszárdon, Dombováron és Pakson kell számítani. Pedálokra drótozott fadarabokkal vezetett autót jogosítvány nélkül egy láb nélküli férfi. A rendőrök azért állították meg a sofőrt, mert az autó összes ablaka le volt sötétítve. Azonban ez a legkisebb szabálytalanság volt, amit a vezető elkövetett. Egy-egy farúda fékhez és a gázpedálhoz dróttal rögzítve. Ez a megdöbbentő látvány fogadta a rendőröket, amikor megállítottak egy autót, aminek az összes ablaka le volt sötétítve az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán. A 47 éves szabadszállási férfinak ugyanis nem voltak lábai, így a rudakat használta azok helyett. Nem is ez lett volna a legnagyobb probléma, hiszen hogyha olyan autóval közlekedik a járművezetője, amelyet átalakítottak, tehát a kézi gázkar, illetve fék kar van rajta, akkor nyugodtan vezethette volna a járművet. Azonban a járművezető adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy a férfi sohasem rendelkezett vezetői engedéllyel, illetve jelenleg is eltiltás hatálya alatt vezetett. Vagyis a bíróság a kreatív sofőrt már korábban eltiltotta a vezetéstől, elismerte, hogy nem ez volt az első ilyen alkalom, hogy eltiltás alatt ült a volán mögé, ami miatt egyébként jelenleg felfüggesztett börtönbüntetését tölti. A férfi adatainak ellenőrzése során az is kiderült, hogy őt korábban a bíróság elítélte 8 hónap szabadságvesztésre, amelyet 1 év 10 hónapra felfüggesztettek. Azonban mivel újra bűncselekményt követett el, és újra azt a bűncselekményt követett el, ezért valószínűleg, hogy további eljárásokra is számíthat majd. Az egyenruhások a férfit a paksi rendőrkapitányságra állították elő, és büntető eljárást indítottak ellene. Regionális híreink következnek. Bemutatták Baranya vármegye új tisztségviselőit, ülésezett a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Több mint 16 milliárd forintos adóssága van Pécsnek, még legalább 25 évig nyomja a helyiek vállát a teher. Idegen nyelvű történelem érettségit írtak a diákok, így zajlik a vizsga Pécsett. Megtartott a sajtótájékoztatóját a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei elnöksége. Az eseményen bemutatkoztak a szövetség új tisztségviselői és ismertették a Fókuszban az Innováció című esemény részleteit. A Vállalkozók Országos Szövetsége abból a célból jött létre, hogy a fiatal vállalkozókat is... Megtartott a sajtótájékoztatóját a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei elnöksége.
Az eseményen bemutatkoztak a szövetség új tisztségviselői, és ismertették a Fókuszban az Innováció című esemény részleteit. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetség egy kb. 42 ezer tagot számláló országos szervezet. Gyakorlatilag az a célja, hogy a fiatal vállalkozókat összefogja, lehetőséget teremtsen nekik arra, hogy egy üzleti közösséget kialakítsanak egymás között, megosszák egymással a tapasztalataikat, tanácsot adhassanak egymásnak, és ezáltal gyorsabban fejlődjenek. Sajtótájékoztató keretében mutatták be a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei új tisztségviselőit. A szervezet célja, hogy egy jól működő közösséget kovácsoljon, és ezáltal is támogassa a régió vállalkozóit. Úgyhogy az egyik célunk az az, hogy most minél előbb újjáélesszük és felépítsük a megyében, és a fiataloknak itt is megteremtessük azt a lehetőséget, hogy legyenek olyan rendezvények, olyan találkozók, ahol tudnak egymással találkozni, meg tudnak ismerkedni egymással, és gyakorlatilag tényleg segíteni tudják egymást, illetve mi is tudjuk segíteni a fiatalokat. A nemrég megalakult Baranya vármegyei elnökségnek az egyik elhatározása, hogy a vírushelyzet által megviselt szervezetet újjáépítsék az elkövetkezendő időszakban. A sajtótájékoztatón az új tisztségviselők leleplezték a következő rendezvényük, a Fókuszban az innováció részleteit is. 5-én lesz az első rendezvényünk a Bokkétteremnek a konferenciatermében. Így gyakorlatilag Fókuszban az innováció címet adtuk magának a rendezvénynek. Itt azért is gondoltunk erre, mert az egyik előadásunk az a mesterséges intelligenciáról és a robotikáról fog szólni. A rendezvényre szívesen várnak minden érdeklődőt, egyaránt a fiatal és már a több tapasztalattal rendelkező vállalkozókat is. Akár 2060-ig is kitolódhat a most Pécsen felvett kölcsönök visszafizetése. Péterfi Attila és a baloldali városvezetés ugyanis két ciklusra előre is súlyos adósságot halmozott fel. Ezt a helyi Fidesz frakció vezetője mondta el stábunknak. Csizmadéja Péter hangsúlyozta, kamatokkal együtt több mint 16 milliárd forint hitel nyomja most a pécsiek vállát, amit 25 évig még biztosan fizetniük kell. Az elmúlt három évben a pécsi baloldali városvezetés folyamatosan vett fel hiteleket. A sorozatos hitelfelvételt a városatyák egyébként azzal magyarázzák, hogy alacsony a kamata a hitelnek, és kellenek a pályázati önerőkre a források. Összesen most már tudjuk, hogy kamatokkal együtt ez több mint 16 milliárd forint. Itt tart a számláló, és ami a legsúlyosabb, hogy ezt 25 évre, egy negyed évszázadra vette fel a város, tehát ez azt jelenti, hogy a pécsiek még 25 év múlva is a Péterfi adósságot fogják fizetni. Ez az, ami minden egyes adóforintjukat, amit a pécsi kasszába fizetnek be, megterhel. Csizmadia Péter hozzátette, hogy olyan beruházásra is vett fel hitelt a városvezetés, amely végül nem valósult meg. Hogy csak érzékeltessem, van egy olyan beruházás, amitől visszalépett a baloldali városvezetés, azt mondta, hogy ezt nem kívánja megvalósítani, de azért a vállalkozót hát egy kis fájdalomdíjba kéne részesíteni, és hát még erre is hitelt vettek fel, de az elektromos buszokra is gyakorlatilag az áfát, az adót, azt is hitelből fizette az önkormányzat, holott ezekre a buszokra tudjuk, hogy több mint 1 milliárd forintnyi kormányzati támogatás érkezett, és ebből a több mint 1 milliárdos kormányzati támogatásból sikerült megvásárolni ezeket az elektromos buszokat. Az önkormányzat még az áfa tartalmat sem kívánja önerőből fizetni, tette hozzá a frakcióvezető. Ez szerinte rossz irány, hiszen a következő generációt adósítják így el. Megtorpant a gazdaság is, a városvezetéstől csak romokat kaptak a pécsiek, véli a politikus. Hiszen hitelből vásárolta vissza az egészen romos, korábban szocialisták által kiprivatizált Áper laktanya egy részét a városvezetés, illetőleg egy most már az ügyészség által is vizsgált, hűtlen kezelés gyanúja miatt az ügyészség által is vizsgált csereügylet keretében szintén a Mandulás kempinget, ami jelenleg szintén egy romhalmaz, ezt is gyakorlatilag a pécsiek pénzéből vásárolta vissza az önkormányzat, illetve adott cserébe annak a magán szereplőnek, akinek a tulajdonában volt ez a Mandulás kemping, egy nagyon jól prosperáló és nagyon jól fejleszthető belvárosi ingatlant. A Nemzeti Oldal egyébként számtalanszor leszögezte, amíg luxus kiadásokra, évente 100 milliós kiadást jelentő cégvezetői prémiumokra, polgármesteri luxusautóra, gyakorlatilag érdemi eredményt nem mutató biztosokra, tanácsadókra, az ügyvédek hadára költött 100 milliós tételekre költ a helyi dollárbaloldal, addig lenne forrás a pályázati önerőkre is.
Májusban kezdetét vette az idei érettségi szezon. Pécsen a Koch Valéria Német Nemzetiségi Gimnáziumban a diákok idegen nyelven is letehetik a középiskolás éveiket lezáró vizsgát, többek között történelem tantárgyból is. Május 10-én került sor a középiskolákban, így a Pécsi Koch Valéria Gimnáziumban is a történelem érettségire. Az iskolában a diákok német nyelven számos tárgyból vizsgázhatnak, és idén is több mint 50 végzős diák tett így történelemből középszinten. Nálunk a történelem németül zajlik, tehát németül folyik az oktatás, és németül is érettségiznek a gyerekek, mert ez a törvényből következik, ugyanis nemzetiségi iskola lévén akkor érvényes a diákok érettségie, hogyha a német nemzetiségi nyelv és irodalmon kívül még két tárgyból németül tesznek érettségi vizsgát, és ebből egyik értelemszerűen a történelem. A 12-esek az elmúlt 4 évükben németül tanulták a legtöbb tantárgyat, így az idegen nyelv nem akkora akadály számukra az érettséginél sem. Leginkább úgy gyakoroltunk, hogy így közösen összeültünk és átbeszéltünk igazából a legjelentősebb témákat, amiket így fontosnak vélünk, úgyhogy hát reméljük, hogy sikerülni fog. Nem csak írásban, de a szóbeli vizsgán is bizonyítaniuk kell a diákoknak, hogy jó eredményeket tudjanak a felsőoktatási felvételinél is felmutatni. A Koch Valéria iskola központ tanulói ezt szintén német nyelven tehetik meg. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Határtalanul program 2023. június 9-ig nyújthatják be pályázataikat az osztályok. Kedvezményes virágvásár Szekszárdon, a környezetszépítés támogatja az önkormányzati kezdeményezés. Fejlesztések Zombán közel 130 millió forintból valósult meg több projekt. Nem mindennapi rendőrségi ellenőrzés, 2 fadarabbal vezetett a láb nélküli férfi. Pénteken alapvetően országszerte erősen felhős borongós idő ígérkezik. Szerte az országban számítani lehet kisebb vagy jelentősebb esőre, hűvös lesz. Alapvetően élénk szél fúj majd. Éjszaka már csak kisebb esők fordulhatnak elő, helyenként elvékonyodhat a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!